Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetésünk címe július 14-e, avagy egy brutális tömeggyilkosság sorozat ünneplésének, páros szemekkel való ünneplésének diszkrét bája, charme diszkrét, hogy a francia mondaná. Számos alkalommal foglalkoztunk már ezzel a kérdéskörrel, ráadásul hát már régen el is múlt, július 14-e, ez kétségtelen, de még talán 8 napon belül vagyunk. És hát itt is érdemes, mostanában úgy látszik, így van ez, hogy mindig érdemes egy kicsit várni, mert hát az én Franciaországban mostanában elég érdekes dolgok történnek ahhoz, hogy talán picit érdemes volt várni azzal, hogy hát, hogy kellő kontextusban emlékezzünk meg mi is a 14 juillet-ről, ahogy a franciák mondják, tehát a július 14-éről, ami a franciák páros szemekkel ünnepelt legfontosabb, messze legfontosabb nemzeti ünnepe. Talán jellemzésül érdemes mindjárt itt az elején hozzátenni, lerántva a talajra mindazt, amit páros szemekkel ünnepelnek a franciák, hogy a rendőrfőnökök ugye másnap jelentettek, hogy hál' Istennek, hát tényleg úgy, mint ahogy azt hiszem Karint írja, hogy a járvány szerencsére csillapulóban van, ma például már csak én haltam meg. Szóval, hogy azt jelentették a rendőrfőnökök Franciaország szerte, hogy azon az éjszakán, tehát az ünnepre viradó, a 14-e, július 14-ére viradó éjszaka, csak nem tudom, 287 autót gyújtottak fel, és ez már nagyon komoly előrelépés, mert úgy általában mondjuk 1000 autót szoktak felgyújtani minden este és éjszaka. Tehát mindez csak azért, hogy kellő kontextusba tudjuk helyezni mindazt, amiről most azért lenne érdemes szólni, ugye Bacsányi János verse kapcsán már tettünk említést erről, a franciaországi változásokra, amelyen írt annak idején verset, hihetetlen eufóriában újjongva mindazért, amit a francia forradalom számára megtestesített, hát ahogy említettük, nem ő az egyetlen az elmúlt mondjuk 200 év magyar irodalom történetében, aki persze költőként, íróként egészen zseniális, csak leborulni lehet végtelen érzékenysége és tehetsége előtt, hát számos ilyen költőnk, írónk van, de ami az aktuális politikai állásfoglalásait illeti, hát némi fenntartással fogadhatjuk mind. A szerencsére a verseikben azért, vagy írásaikban ez közvetlenül ritkán jelent meg, hát még szerencse, mert ezek az állásfoglalásaik enyhén szólva nem tükrözték adekvát módon vissza mindazt, ami akkoriban ténylegesen lezajlott, vagyis tulajdonképpen mindnyájukat fogjul ejtette, az természetesen szürpriz, hogy stílszerűen fogalmazzak, az akkor is már brutális erővel működő globális média, ami értelemszerűen akkoriban kizárólag az írott sajtót jelentette. Egyébként a francia forradalom ebből a szempontból is rendkívül tanulságos, mert a francia forradalom kitörése előtt egész Franciaországban összesen sincs 100 sajtótermék, tehát valami 63 darab volt összesen, és 5 év elteltével, tehát 1789-től 1794-ig, amikor végre a legbrutálisabb jakobinus terror felemészti, hála a jó Istennek, saját magát. Tényleg úgy jár, mint a
ráksejtek, hogy végül is felzabálják az egész szervezetet, aztán tulajdonképpen öngyilkosságot követnek el. Tehát azért a világ ebből is látható, hogy a világ azért jól van összerakva a világban, és ezen senki semmilyen módon nem tud változtatni. A világban rend uralkodik, egy szakrális rend uralkodik, és persze lehet hosszan szembeszegülni ezzel a szakrális rendel, de hogy kinevet a végén, ahogy gyerekkorom egyik társas játékának volt a neve, hát hogy kinevet a végén, az azért elég egyértelműen borítékolható. Noha a derék jó emberiség a legritkább esetben, szám szerint soha nem tud tanulni ezekből a történésekből, azért önfeled derűvel sétál bele rendszeresen újra és újra ugyanazokba az önfelemésztő, önmegsemmisítő zsákutcákba, amiből aztán eddig legalábbis valahogy ki tud kecmeregni, de csak azért, hogy utána még lelkesebben belemasírozzon a menetrend szerint némi képzavarra élve a menetrend szerűen következő újabb zsákutcába. Még talán annyit, ez is egy sajátos egzotikuma az idei július 14-ének, hogy a francia elnök az indiai elnöket üdvözölte díszvendégként ott a Champs-Élysées zajló felvonuláson. És aztán hát ugye elsőre ez elég furcsa és egzotikus, de aztán mindjárt kiderült, hogy miért. Azért, mert hát az utóbbi 15 év vagy 20 év legnagyobb volumenű, több milliárd eurós üzletről van szó, fegyvervásárlását, repülőgép, ugye Mirage repülőgépeket vásároltak az indiaiak, vagy vásárolt India, és azok ott mindjárt fel is vonul, mert ugye ilyenkor légiparádé is van, azok ott mindjárt meg is mutatták magukat, a indiai pilóták vezették már ezeket, és akkor így mindenki happy. Szóval ennek is van egy diszkrét bája, hogy azért a marketing minden előtt. Egyébként érdekes, nem tudom, engem meglepett, mikor erről hallottam, hogy egész a francia forradalomig bezárólag a franciák pozíciói Indiában sokkal jobbak voltak, mint az angoloké. Tehát akkor ott, mondjuk 1780 körül, sokkal nagyobbnak látszott az esélye annak, hogy a franciák fogják sokkal fondorlatosabban, ravaszabbul gyarmatosítani, de nyilván ugyanolyan brutalitással, azért azt láttuk, hogy úgy Afrikában általában mit műveltek, tehát mondjuk nem kell azért őket félteni, nem nagyon mennek a szomszédba a legkegyetlenebb brutalitásért sem. És jobbak voltak az esélyei, mint az angoloknak, csak ugye ott volt egy adok-kapok, tehát a franciák hihetetlen élánnal támogatták, ugye beszéltünk elő július 4-e kapcsán, egy másik párás szemekkel ünnepelt nemzeti ünnep Amerika esetében, tehát a franciák hatalmi megfontolásból, gátlástalan cinizmussal nyújtottak katonai segítséget Lafayette Márki vezetésével az amerikai, a szabadság szerető amerikai nép függetlenségi háborújának ott 1776-ban, és hát bizonyos értelembe véve a francia forradalom számos eseménye viszont arról tanúskodik, hogy hát a brit birodalom se ment éppen a szomszédba akkor, amikor egyik ős ellenségével, ugye a másik a hollandok voltak, illetve hát kezdetben először a spanyol birodalom, még első Erzsébet idején, aztán a német Alföld néven, ugye az Egyesült Köztársaságok, Hollandia leegyszerűsítve, de aztán egyértelműen Franciaország vált a legfőbb ellenségé.
És ezért hát az egy számos jel utal arra, hogy a francia forradalom kirobbantásában, amiről természetesen azt kell feltételeznünk, hogy a végtelenül szabadság szerető francia nép hihetetlen eltökéltsége, tudása, bátorsága és becsülete volt az, ami ezt a forradalmat, jó, szóval nem is folytatom, annyira parodisztikus sok már a mainstream narratívák ezzel kapcsolatban, hogy tényleg az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. Hát mondjuk azon mindenféleképpen sírnunk kellene, hogy az elmúlt hetek fejleményei nyomán is a franciák többsége valószínűleg még mindig párás szemekkel hisz abban, hogy ez valami végtelen gyönyör. Szóval hát csak nem tanul a népség és katonaság, ahogy már az előbb is említettem, meg igazából szinte minden beszélgetésünkben újra és újra visszatérünk erre a kérdésre. Nem tudjuk majd mondani, hogy szellemileg milyen változása volna szükség ahhoz, hogy a tanulási képességét a különböző emberi közösségek, vagyis amennyiben ez egyáltalán lehetséges, visszanyerjék. Tehát ugye ott tartottunk, hogy a franciáknak Indiában sokkal jobbak voltak az esélyei, és hát minden létező fronton, nem csak Indiában harcoltak egymással. Hát nyilván akkoriban még ott nem nyíltan, a 18. század első felében nem nyíltan és véres háború körülményei között, hanem inkább mint kémhálózat, mint kereskedők, pénzemberek és hírszerző, lám csak, kereskedelem, pénz és média harcoltak egymással, és ment az adok-kapok, a franciák Lafayette Márkival katonai segítséget nyújtottak az amerikai gyarmatoknak, hogy ezzel gyengítsék a brit birodalmat. A brit birodalom visszavágott azzal, hogy hát akkor mi megcsinálunk egy kis turbulenciát Párizsban, meg ha lehetséges az egész országban, meg azért a brit, most valami azt mondja, a brit pénzhatalmi rendszer ugyan már, hát a brit pénzhatalmi rendszer az az a bizonyos, amiről már nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, nincsen neki identitása, jól is néz neki, hogyha volna bármilyen identitása, ő egyszerűen csak 3000 éve uralja, legalább 3000 éve a kereskedelmet, a pénzt és a médiát, tehát ez a bizonyos nem létező erő azért hát tett egyet és mást annak érdekében, hogy kiürüljön a francia kincstár. Hát például az amerikai intervenció se volt egy ócsó mulatság, meg hát úgy általában a Indiában ott megszervezni, abban a reményben, hogy utána majd nagyot lehet szakítani, majd, igen, de hát ugye nem jött be. Tehát ott csak a költség volt, és értelemszerűen, hogy ne legyen tévedés, ezek a globális kereskedelem, pénz, média, hatalmi erők, ami ugye a briteknél az angol kelet-indiai társaság volt, és természetesen a franciáknak is megvolt a homológ szervezete, ami egyszerre volt kereskedelmi, pénzhatalmi, katonai és persze média, tehát a hamis narratívák terjesztésének komplexuma, hihetetlenül érdekesek ezek a képződmények, és ment el a rengeteg pénz értelemszerűen, amit érdekes mondom, mind az államkincstárból, jó, hogy nem, már én fogok, majd a haszon, azt majd én teszem zsebre, de a költségeket, azt egyértelműen a közösségnek kell állnia, és mivel ezek a költségek már olyan szinten voltak, hogy ez valóban nagyon súlyos pénzügyi válságot teremtettek, csak természetesen senki nem volt abban a helyzetben, hogy tudása és vagy bátorsága legyen annak az elbeszélésére, hogy miért is van a nehézség. Ennek következtében a hamis narratívek, hogy azért, mert ez a rohadt osztrák kurva, bár bocsánat, ugye a szerencsétlen kis királylány, Marie Antoinette, Mária Terézia lánya, szóval, hogy ehhez persze, mert költekezik, meg a, hát, ja, tehát mondjuk a király összes, az udvartat összes költése, mondjuk legfeljebb néhány ezrelékét tette ki a hiánynak, tehát mondjuk
ez így, de nagyon jól hangzott, és a globális média elképesztő ereje pontosabban abban mutatkozott meg, hogy a hamis narratívák uszító erejével sikerült a francia nép elég jelentős részét és a mesterségesen előidézett elnyomorítással a jelentős részét fúriává, kegyetlen, bestiális, szadista fúriává tenni, és hát legszerényebb beszélések szerint is milliós nagyságrendű, tehát legalább 2 millió francia halt erőszakos halált, mondjuk, hogyha egészen a napóleoni háborúk végéig tekintünk rá erre a folyamatra, és 35 év elteltével Franciaország népessége ugyanazon a szinten van, ez is azért elárul sok mindenről sok mindent, a gazdasági ereje teljesen összeomlik, kivérzik a rengeteg ráfordítás megtörtént, hozadéka pedig nincsen mindennek, a brit birodalom tett is róla, hogy utána ne is lehessen, tehát elképesztően brutális, tényleg ma csak 100 000 milliárdokban lemérhető kárt okozott saját magának a francia társadalom, pontosabban hagyta, hogy rávegye ez a nem létező erő arra, hogy ilyen brutális sebeket okozzon magának. Nem is kell talán különösebben a részletekbe belemenni, már maga az, azért erről még tegyünk említést, már maga az, amit ünnepelnek a franciák elvileg, vagyis a Bastille ostroma, hát ezt most már minden történész, nem kell ahhoz non-mainstream történésznek lenni, hogy ezt részletesen leírja, hogy ez a lehető legprimitívebb, legócskább hazugság. Mármint az, hogy a forrad, a szabadság szerető, a szabadságot áhító tömeg hősiessége vezetett oda, hogy megostromolták az önkény uralom jelképét, és hát aztán le is rombolta ez a tömeg, mert ebből a világon semmi nem igaz. Először is a párizsi községtanács már réges-régen meghozta a döntést arról, hogy le fogják bontani a Bastille-t, tehát egyáltalán egyébként nem rombolta le a tömeg, hanem később lebontották, de a döntés már réges-régen megszületett. Tehát körülbelül, mint a Jereváni rádió, hogy a hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, és egyébként tényleg fosztogattak. Szóval elemi szintű primitív hazugságokkal van tele. Igen, hát nyilván a uszítás nyomán a brutálisan kiképzett, manufactured, csinált lázadásról van. Ja, és hát a szabadsághősök százai sínylődtek ott szörnyű rabságban, ehhez képest 10 vagy 12 rab kétségtelen volt ott, de ezek részben hamis kártyások, 3 elmebeteg, aki így jobban járt, mert az elmegyógyintézetekben sokkal rosszabb sora lett volna, mint így a börtönben, ráadásul teljesen szabadon mozogtak, tehát mindent el lehet róluk mondani, csak az nem, hogy szabadság, először is nem több száz, hanem 10 körül, 10-12, nem szabadsághősök, hanem köztörvényes bűnözők, szélhámosok, vagy egyszerűen elmebetegek, akik ehhez képest ott viszonylag szabadon mozoghattak. Ráadásul az őrséggel sikeres tárgyalások is zajlottak arra vonatkozóan, hogy hát nem kell, itt semmi gond, nincs mit keresni itt, gyertek be, nézzétek meg, semmiféle szabadsághősök nincsenek bezárva, és a többi, de hát ez roppant mértékben kellemetlen lett volna, hogyha feltüzelik a népet, uszítják, és szabadsághősök kiszabadítják, de most ment el a kedvünk az egésztől, hát valamit azért csak kellett csinálni, hát csináltak is valamilyen provokációval, aminek nyomán aztán persze, tehát ugye valaki csak belőtt az őrségből, vagy ki tudja honnan, de ezeket ismerjük, hogy kell, lásd a Capitolium Hill ostroma, amit döntően a rendőrök beszervezett FBI ügynökök szervezt,
napnál világosabb, hogy erről van szó, a kivizsgáló bizottság azonban valami rejtélyes ok miatt nem jutott ide, szóval nem is, és kicsit nehéz szíve van ilyenkor az embernek, mert jó lenne valamicskével jobb hírekről is beszámolni, de az, hogy a franciák döntő többsége még mindig a legcsekélyebb mértékben sem képes átlátni ezeken az ócska pusztító hazugságokon, az mindenféleképpen nagyon elszomorító mozzanat. Talán abban azért reménykedhetünk, hogy a jövő évi, ugye most már nincs is egészen egy év, a jövő évi európai parlamenti választásokig Európa számos országában számos állampolgárt, választópolgárt fog sok minden elgondolkoztatni. És ha elgondolkoztatja, és esetleg, ha csak csekély mértékben is, de átlát bizonyos a globális média véleményhatalmi rendszer által, hogy képzavarral éljek kifeszített szitákon, akkor talán nem volna teljesen esélytelen az sem, hogy Európa abból a teljesen kifosztott állapotból, amiben mostanában, tehát ugye a háború kitörése óta egyértelműen lökik bele a birodalmi erők, abból talán akár ezzel az erővel ki is szabadulhatna. Ma talán ez július 14-e legfőbb üzenete. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.